Jó napot kívánok! Két orvos, egy házi orvos és egy üzemorvos, valamint egy gyógyszerész a mai vendége a nálatok Mizunak, akikkel nem csak a járványhelyzetről fogunk beszélgetni. Az előző műsort, hogyha nyomon követték, akkor egy kicsit ilyen lelki dolgokról beszélgettünk a vendégeimmel. Ma lehet, hogy egy kicsit a testi dolgok fognak előtérbe kerülni, de aztán nem biztos, majd megcáfolják ezt a vendégeim. Szeretném önöknek bemutatni állandó vendégeinket. Remélem, hogy sikerül a mai műsorban őket is jobban megismerni egy kicsit. Farkas Zoltán háziorvos, Mosolygó Éva, mondhatom, hogy háziorvos, üzemorvos. Igen, mindkettő. És Schneider Attila gyógyszerész. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nem véletlen vagytok MASZ-ban. Itt a műsor elején szeretnénk arra felhívni a figyelmet, ugye, hogy járványhelyzet van, és majd ezt ti jobban kifejtitek, de ugye mindannyian belettetek oltva, úgyhogy most így ellenem már védve vagytok, meg én is úgy néz ki, hogy ellenetek védve vagyok, úgyhogy akkor, ha gondoljátok, le is vehetitek itt a műsor elején. Köszönjük. Én köszönöm, és köszönöm szépen, hogy vállaltátok, hogy beszélgettek velem. Sokszor megfordultok nálunk, és azt azért mondjuk el a nézőknek, hogy ismeritek egymást személyesen, és honnan az ismerettség? Ki kezdi? Éva? Az elsőre én már nem is emlékszem, de valahogy a szakmában mindig van olyan alkalom, hogy találkozunk, és a nevekkel is találkozunk, papírokon, iratokon, recepteken, igazából a szakmai körökből, nem a magánéletben. A Zulival meg, hát már szerintem vagy 20, több mint 20, ilyen 21 néhány évvel ezelőtt én még orvoslátogatóként dolgoztam, és akkor a Zuli vértesacsám volt házi orvos, úgyhogy... Igen, és... igen, nagyon régi ismerettség, igen. Ugye meg hát a visszatérve egymásra, ugye a szakmai fórumokon, ami most sajnos nincsen, tudtunk beszélgetni, nagyon sokat tudtunk együtt különböző problémákról, vagy a saját életünkről, vagy akár a munkai problémáinkról beszélgetni egymásról, ami ugye egy jó éve sérült, hogy nem tudunk találkozni. Uh-huh. És ti egyébként ilyen jobban is vagytok egymással, azt azért elmondom a nézőknek, hogy itt a műsorunk előtt azért igen jókat nevetgéltünk így együtt. Jó kedvű társaságnak tűntök így együtt. Jobbak, jó a kedvünk most már. Most már nem annyira, de... az Oliver meg annyit, hogy egy közeli rendelőben is van, tehát azért úgy szoktunk kommunikálni, és a hétköznapi életben is mondjuk, hogy a gyógyszerek elérhetőség, vagy bármi ennek kapcsán is szoktunk beszélni. Tehát kicsi város az Székesfehérvár. Kicsi. Hát elkerülhetetlen itt a műsorunk elején, hogy egy picit a járványhelyzetről beszéljünk, és a nézők kedvéért elmondom, hogy ez a műsor felvételről készül, és január 25-i dátumot írunk. Ezt azért fontosnak tartom most elmondani, mert lehet, hogy mire adásba kerül ez a műsor, addigra kicsit a helyzet változik, illetve bízunk benne, hogy változik valami addig. Hogy élitek meg ti orvosként, illetve gyógyszerészként ezt a helyzetet? Most már eléggé benne vagyunk, és ti aztán főleg a frontvonalban vagytok. Hát, hogy rám néztél elsőként, nekem ugye a legfontosabb ezzel az egész elmúlt egy évvel kapcsolatban, ami biztos, az a változás. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen napi szinten, de mondhatjuk azt, hogy heti szinten változik a vírushoz, a munkánkhoz és a pacienseinkhez való viszony, tehát mindig újabb feladatokat, utasításokat, mondhatjuk így is, a jó értelembe vett utasításokat, kihívásokat és leíratokat kapunk azzal kapcsolatban, hogy mit kell, hogyan csinálnunk. És az ehhez való alkalmazkodás, ami személy szerint engem a legjobban megvisel ebben a helyzetben, hogy megpróbálom teljesíteni, de sokszor olyan teljesítést kell, ami az előzőnek egy kicsit más formája, vagy olyan megváltozik, és ezt így napra készen kell ugye prezentálnom a betegeink felé, a kollégákkal való viszonyom kapcsán, vagy akár a szakrendelővel való viszonyom kapcsán, és ebben a munkában ez nagyon nehéz. Mennyire változó? Most mondod, hogy napi szinten változtat, de mik azok egyébként, amik úgy változnak, amik úgy gyökeresen megváltoztatták az előző közben? Tulajdonképpen magád a munkádnak a menetét szabályozza be a vírus. Mondhatjuk azt is csúnya szó, hogy teszi tönkre a vírus. Próbáljuk azt a munkaszínvonalat, azt a kommunikációs stratégiát az emberekkel fenntartani, ami most nem lehetséges. Nem találkozhatok azzal az emberrel, akivel eddig mindig találkoztam, beszélgethettem vele, megfoghattam, megvizsgálhattam. A mi munkánknak ez az egyik legfontosabb része. Tehát ugye call centeres munkát végezni is nagyon szép kihívás, de mi nem ezt tanultuk, nem ez a munkánk, nem erre vagyok szocializálódva. Hát most már kénytelenek vagyunk, ugye erre szocializálni lassan. Igen, és Zolihoz csatlakozva abszolút egyetértek, ugyanezt megélem, és nagyon nagy izgalmat kelt bennem, és egy ilyen plusz aggodalmat, hogy nem láthatjuk, nem vizsgálhatjuk, ami
eddig ez volt a munkánknak az alappillére, hogy egy nagyon alapos anamnézis felvétel és nagyon alapos vizsgálat valahogy ott múlik, plusz még azon az összes tapasztalaton, amit eddig a munkánkkal magunkra szedtünk, és most az az egyetlen egy forrás, amit a telefon végén hallok, az nagyon kevés. És persze időnként vizsgálunk azért, átlépjük ezt a lehetőséghatárt, kockáztatva különböző fokon magunkat, de nagyon más a munkánk minősége, és sokkal gyakorabb. Én azt csinálom, és gondolom, hogy ti is, hogy minden nap kérek kontrollt a koronavírus fertőzött betegeimtől, minden nap kérem, hogy hívjanak föl, és elmondom, hogy milyen esetekben soron kívül. Szóval ez sokkal több időt vesz igénybe, és mégis sokkal felületesebbnek érzem. Úgyhogy a félelem bennünk van, és mi is, mint minden ember, azért emberek vagyunk, és még éjszaka is fölébredek arra, hogy ezzel azzal a betegemmel vajon mi történik, mire számíthatok. Szóval az aggodalma sokkal nagyobb, és még persze elmaradnak azok a nagyon, nagyon szívünknek nagyon kedves részei a rendelésnek, amik az örömforrásai, az idősek ellátása, a nagyon kedves idős betegeinkkel való beszélgetés, annyira szeretem őket, olyan sok bölcsességet tanulok tőlük, egy-egy kis könnyedén odavetett mondatukból is eszembe szokott jutni egy-egy élethelyzetben. Meg a kisgyerekek ellátása, nekem vegyes körzetem van, imádom ezeket a kis tündérkéket, nagyon sok erőt meg, kedvességet, nagyon sok érzelmet adnak, ez nagyon szép. Ez most nincs. Ugyan a kötelező oltási sort adjuk, de nincs annyi idő, és hát nagy félelemmel igyekszünk minimálisra csökkenteni a fertőzés veszélyt is, meg azt az időt, amit a rendelőben töltenek, hogy a szülőket is megnyugtassuk, és mehessenek a maguk is biztonságos otthonukba vissza. Szóval ez nagyon más, és a mindennapos tanulás még az elején nagyon gyorsan változott, biztosan emlékszel rá, az eljárási rend. Két naponta tanultuk az eljárási rendet, és igyekeztünk megtanulni. Most már detektálom, elolvasom, és visszakeresem, hogy most ebben az esetben mit kell tennem. Ez is változik, és hát nagyon sok a kérdés a védőoltásokkal kapcsolatban, hogy azokra korrekten tudjunk válaszolni, tanuljuk folyamatosan a védőoltásokat, és hát most már napról napra jönnek ki újonnan engedélyezett oltások, és azokkal kapcsolatban valahogy olyan korrekt és hiteles, igaz tájékoztatót kell adnunk a betegek felé, amit mi is elvárnánk fordítva azoktól az emberektől, vagy olyan területekről, ahol mi nem vagyunk jártasak. Tehát itt nekünk kell nagyon a szakmából képben lenni, nagyon ismerni az oltóanyagokat, hogy a megfelelő tájékoztatót el tudjuk mondani a betegeknek. És segítsük őket ezekben a helyzetekben, mert most valamennyire, teljesen érthető módon, mindenki fél valamennyire, és hogy azokat megértsük, hogy pontosan ki mitől tart, és mik azok, amik aggasztják, azokra megfelelő választ kell adnunk, igazi, hiteles választ. Erre még visszatérünk az oltásra. Attila, nálatok, hát azért a gyógyszertárba bemennek az emberek. Igen, és főleg tavaly márciusban volt, hogy napokon keresztül az utcán állt a sor vége, tehát mondjuk olyan helyzet volt. És nálunk is a változás az a tavalyi évben folyamatos volt, tehát a gyógyszer, ugye bejött, tehát az e-recept, ez korábban is létezett már több éve, de ugye a járvány miatt hirtelen mindenki erre tért át. És ennek a szabályai, hát én nem tudom, 6-7-szer változtak az év folyamán, tehát hogy mikor, mit kell kiadni, mire lehet, kinek nem lehet, tehát ezek mondjuk folyamatosan változtak, és vannak olyan, hogy mondjuk esetleg beteg, aki mondjuk nem tudja elérni a házirost, hozzánk jön, hogy akkor én mondjam meg, hogy szerintem ez mi lehet. És mondtam, hogy hát én például nem vagyok bőrgyógyász, tehát én nem vállalhatom fel, hogy én most diagnosztizáljak itt, vagy hát ott, mert hogy van egy ilyen, nem tudom, piros valami, és akkor én mondjam meg, hogy az mi. Tehát ilyen is van. Lehet, hogy hát most rosszul teszem fel a kérdést, de lehet, hogy nagyobb a felelősségetek most ebben az időszakban? Nagyon sok olyat lehet egyébként olvasni itt-ott-amott, hogy hát a félrekezelt az háziorvos, mert felhívtam, és akkor adott rá valamit, és az nem volt jó. Tehát, hogy így én nagyon sok ilyen vádat hallok, pedig nyilván ti is csak úgy azok között, a keretek között teszitek, vagy végzitek a dolgotokat, ahogy lehet,
De hát tényleg nyilván ez a fizikai kontaktus, hogy nem tudjátok őket megvizsgálni, ez azért tesz hozzá, és a felelősségben hát a meg talán benne van. Hogyne, persze, hogy az előbb is beszéltük róla, igen, azért ez a személyes kontaktus hiánya, az befolyásolja a munkánkat is, hiszen amit nem látok, nem tapintok, meg nem fogom meg, vagy nem tudom megnézni, az igazából nem ugyanaz, mint amikor csak telefonon, de én egy kicsit visszatérnék, amit Éva mondott a félelemmel kapcsolatban és a bizonytalanság kapcsolatban. Ugye két dolog viaskodik bennem mindig, amikor egy ilyen páciens felhív telefonon. Az egyik a félelem, amit hallok, tehát a bizonytalanság, hogy jaj, mi van, mi lesz velem, mi van velem, mi a betegségem, mi lesz a koronaoltásommal, mi lesz a jövőmmel. A másik, hogy nekem biztonságot kell sugároznom azzal, hogy kérem, hogy az oltást vegye föl. Na most az emberekben is ez a kettősség van. Egyrészt bízni akarnak az oltásban, másrészt mindenkitől félünk, hiszen mindenki potenciálisan fertőzés veszély. Tehát ezt a két dolgot kell egymással leküzdeniük a lelkükbe, közben még elmondani azt a problémát, amiért engem felhívott. Bennem ugyanezek a kétségek vannak, szóval nagyon nehéz pszichológiailag erre egy helyes magatartással reagálni, és ugye a kérdésedre visszatérve, itt már amikor valaki nem megfelelően van összerakva pszichésen azon a telefonbeszélgetésen, akkor a tévedés kockázata is lényegesen nagyobb, hiszen érzelmi döntéseket hozhatok sokszor, vagy a telefonban érzelmi reakciót vált ki belőlem egy alkalmattán esetleg egy negatív kontextusban telefonáló paciens, hiszen ő is feszült, ő is ingerült, ő sem tud engem felkeresni, és ez viszont. És hogy az Éva mondta, hogy a márciusban, bocsánat, hogy Attila mondta, hogy márciusban, amikor bezártunk, akkor nem volt kontaktusra lehetőség, de most abból a szempontból már jobb helyzetben van a háziorvoslás, hogy most már időpontra ugye jöhetnek a paciensek. És nagyon fontos hangsúlyozni azt is, mert gondolom szóba kerül, hogy hogyan jöhetnek el hozzánk, hogy az elektronikus kapcsolattartás, az e-mail és a telefon szerepe kicsit elválik egymástól, mert ugye az e-mailt bármikor elküldheti a paciens, arra tudunk reagálni, arra tudunk adminisztratív feladatokat elvégezni, és akkor több marad azokra, akikkel telefonon kell, hogy beszéljünk. Tehát az abszolút felesleges telefonhívások szerencsére csökkennek, hogyha valaki tud más formában elérni minket. Mondjuk soha nem volt még, bocsáss meg, akkora jelentősége, hozzád kapcsolódva, hogy milyen bizalmat alakítottunk ki, milyen kapcsolatban vagyunk a betegeinkkel, és mennyire ismerjük őket, mert ebben most, hogy telefonon tanácsot adjak, nagyon kell tudnom, hogy amit ő mond, azt milyen súllyal kell értékelnem, és hát nagyon sok időt vesz el, hogy minden kérdést plusz feltegyek, amit ha bejönne, körülbelül 10 információ a látványból van már nekem, tudom, hogy hogyan mozog, egy csomó mindent látok, ahogyan bejön egy beteg, és megvizsgálom, utána különösen, de ha telefonbeszélek, az lecsökken egy dimenzióra, és mindent kérdeznem kell, és azért nagyon zsúfoltak a rendelések, nagyon sok időt töltünk telefon végén, ez kétségtelen. De ekkora jelentősége még, hogy a betegeim mennyire bíznak bennem, és ez az oda-vissza kapcsolat mennyire jó, mennyire őszinte, mennyire jól működik, ekkora jelentősége sosem volt még. Meg hát mi igyekszünk azért azt a kockázatot, amivel elindultunk a kérdéssel, amit kérdeztél, hogy a tévedés lehetősége benne van, lecsökkenteni. Én fotókat szoktam kérni, és akkor napról napra kérek fotókat, hogy lássam valaminek az alakulását. Minden egyéb segédeszközt igénybe veszünk most Messengeren, Viberen, mindenféle úton, módon, telefonon, e-mailben, mindenhogyan értekezünk a betegekkel. És hát az, amit Attila mondott, hogy az elektronikus térbe felkerülő receptek, az viszont egy pozitív hozadéka, hogy most kényszerűségből, de elkezdtük nagyon erősen használni ezt a teret, és hát megtapasztaltuk mi magunk is, hogy zseniális, nagyon-nagyon megkönnyíti a munkánkat. Ez lett volna a következő kérdésem, ugyanis ez az EST tér, ugye, ez nem egy olyan nagyon régi, 1-2 éves dolog, és ugye akkoriban még annyira nem indult be. Talán ezek a beteg dokumentumok és a többi, ezek mintha ott megjelentek volna saját laikus tudásom szerint, de hogy ugye annyira nem volt ennek nagy keletje, és most pedig hát rá vannak az orvosok is ugye kényszerülve arra, hogy ezt használják. Még a jó hát, az ugye, ilyen kényszer. Igen, hát könnyebb mindenkinek, az biztos. Igen. Meg a másik az, hogy ugye az, hogy e-mailben mondjuk egy orvosnak ráírjak, hát az régebben elképzelhetetlen volt. Most meg hát szinte
Majdnem, hogy csak erről szól a kapcsolattartás a telefon mellett. Tehát különböző lépéseken estünk át mi is, ugye első volt a recept elkészítése, amikor nem kellett a receptet a kezükbe adni a pacienseknek, pontosabban nem volt muszáj, adhattuk, de nem volt muszáj, és akkor szerencsére megjelent a szakellátásnak a járó betegellátási lapja, és tehát most már azt is látjuk, aztán megérkeztek a zárójelentések, és mindez azt hozta ugye számunkra, hogy nem kellett a paciensnek eljönnie esetleg egy rehabilitációba, vagy egy gyenge fizikai állapotban a rejelentésével, vagy nem kellett a receptjeire eljönni, amikor még tényleg nem volt annyira járóképes, hanem ugye át tudtuk ezt adni. Egymással tudunk beszélgetni a kollégák azon a szinten, hogy ő is meg tudja nézni a betegnek az információs tartalmát, ha e-mailbe a beteg átadja. Én viszont csak a saját betegeimet látom, tehát az ESZT-nek az is az zsenialitása, hogy nem tudom csak azt a beteget követni, aki az én paciensem. Ez nagyon fontos. Az adatvédelem miatt igen, ez nagyon fontos. Csak a sajátjainkra látunk rá, és ez így helyes. Az előbb mondtad ezt a fényképet. Hát az lehet, hogy külsőleg segít, hogy mondjuk valakit diagnosztizálj, de mondjuk egy hasnyálmirigy gyulladást, vagy nem tudom. Nem, csak bizonyos bőrrel változásoknál, ahogyan beszéltük, amit Attila mondott példát, arról jutott eszembe, ilyen-olyan foltok. És persze a foltok sem mindig ítélhetők meg fotó alapján, úgyhogy időnként máshoz is folyamodunk, de vannak egészen egyszerű esetek, amik valóban fotó alapján diagnosztizálhatók. És ott azért könnyebbség. Nagyon aranyos volt egy páciensemtől, én is kértem egy fotót, hogy a bőrrelváltozásról küldjön képet, és akkor három fotó érkezett meg, és akkor az első fotó volt egy tartós tej. Tehát egy liter egy dolog, és nem értettem el, és akkor a magyarázat az írta a páciens, hogy a méretek érzékeltetéséhez küldtem az egy literes dobozos tejre. Ez okosabb volt akkor, nem tévedés volt, hanem okosabb. Lehet, hogy kicsit érdekes a kérdés, de hogy átestettek-e egyébként ti magatok a víruson? Hát, hogyha rám nézel összör, akkor én tudom kérdezed, én szerencsére megúsztam. Ugye az oltás előtti hetek voltak a legnagyobb stresszel telt időszak számomra, hogy ne kerüljek olyan helyzetben, ne tudjam megkapni az első oltást. Ugye ez most már lassan 3 hete volt. A kollégáim között is volt, a rendelőben is volt kolléga, aki átesett rajta, és hát nem egy leányálom. Még egy fiatal egészséges immunrendszerű embernek is ugye komoly kihívás. Vannak hatalmas nagy szerencsével, úgy szokták mondani, szerencsés paciensek, akik ezekre a náthavírusnak egy formája tulajdonképpen, ez a koronavírus olyan védettséget szereztek, vagy olyan tartós behatást kaptak mondjuk a munkájuk kapcsán, hogy enyhén esnek át, és szerencsére benne vannak ebben az orvosok, nővérek, óvónők, tanárok között vették ezt észre, én szerencsére nem kaptam el, és ugye most, hogy az oltás már egy majdnem nagyon magas fokú védettséget biztosít, így most már nyugodtabban végzem a munkámat. Én sem. Amennyiben ez fa, leutánozlak. Az volt az álmom, a tervem, hogy a védoltásig kihúzom, és sikerült, holott találkoztam sok-sok pozitív esettel, tetleg is, de ezek szerint jól működik az a védekezés, szóval amit súlykolunk, az valóban itt vagyunk az élő példák, jól működik, védőruhában dolgozunk, kezdettől fogva mindent betartunk, meg +2, és hál' Istennek nem, és most már én is, ahogyan Zoli, megnyugodtam a védőoltás kapcsán, úgyhogy ez az álmom, ez sikerült, ez teljesült, kihúztam a védőoltásig, mert hát nagyon nem szeretném, és van egy ilyen, ebben a vírusfertőzésben van egy, nem egy ezer bizonytalansági faktor, hogy nem értjük, sokszor van olyan szituáció, hogy nem tudjuk, hogy ki miért lesz súlyos beteg, és ki miért könnyedén viszeli át. Ezek egy részében az állhat a háttérben, amit mondott Zoli, más részében meg nem tudjuk. Szóval van még sok minden, amit lehet, hogyha 5 év múlva beszélgetnénk, vagy visszanéznénk ezt a műsort, azt mondanánk, hogy jó, milyen buták voltunk még akkor a koronavírussal kapcsolatban. Fogjuk már tudni, hiszen nagyon sok vizsgálat folyik ezt illetően is, de olyan sok a bizonytalanság, én nem szeretnék lélegeztetőgépre jutni, saját betegeim, és kikérdezem, mert kíváncsi vagyok, hogy hol van az a határ, van olyan idős bácsim, aki nagyon nehezen viselte, van olyan betegem, aki kórház intenzív osztályán volt, és minden részletet pontosan tudni akarok, hogy tudjak segíteni előtte 2 lépéssel, mielőtt még oda kerülünk, és hát az, amit ők mondanak, az rettenetesen ijesztő, fulladni az egyik legrosszabb érzés a világon. És itt van a védőoltás, mi már nem fogunk. Koronavírus miatt nem fogunk lélegeztetőgépre kerülni. Szóval ez nekem teljesült, és én sem estem át, hál' Istennek rajta, sikerült. Attila? Szerencsére én sem. Nálunk a patikában senki nem lett beteg, szerencsére. Bár volt a gyógyszerszáll, aki a gyógyszert hozzák hozzánk volt, aki mondjuk intenzív osztályra került, és semmilyen alapbetegsége nem volt,
Tehát azért egész tényleg nagyon érdekes, hogy különbözőképpen reagálunk, tehát nem csak a idős beteg embereket érintheti ez, hanem sokkal fiatalabb, alapbetegség nélküli emberek is kerülhetnek intenzív osztályra. És főleg mondjuk egy lélegeztetőgépnél az aztán meg pláne, hogy esetleg egyéb fertőzést elkap az ember, vagy megkap aztán, ami a koronavírus amúgy is megviseli az immunrendszer, tehát mondjuk ilyen veszélyei is vannak. És szerencsére mondjuk itt az oltás, úgyhogy mi már megkaptuk, és ami talán egy kicsit hiányzik, hogy az embereket valahogy egy kicsit jobban tájékoztatni erről a védőoltással kapcsolatban. Tőlem is kérdeztek olyat, hogy ugye ez, amit mi kaptunk, hogy ugye ezt mi nem vizsgálták terhes nőkön, tehát terhes nőknek nem adható. És nekem volt, aki azt mondta, hogy mi lehet ebbe a védőoltásba, ha egy terhes nőnek nem lehet beadni, mert hogy olyan borzasztó mellékhatásai vannak. Mondom, hogy nem, hanem ez csak egy adminisztratív ok miatt van így, hogy mivel nem vizsgálták, ugye a terhes nőkön nem lehet gyógyszervizsgálatot végezni, nem vizsgálták terhes nőkön, ezért nem lehet terhes nőknek adni, ennyire egyszerű az egész, semmi a mellékhatás meg a borzasztó hatások miatt van, hanem egyszerűen ennyi a doka. És ugyanemi a gyermekeknek sem. De csak azért, mert nincs rá adat. Nincs adat. És hál' Istennek a tudomány nagyon nagy biztonságot tud teremteni. És ebbe, ha valaha, akkor most aztán ebbe kell kapaszkodnunk, hogy az egyértelmű tényeket, amikre már bizonyítékok vannak, vizsgálatok, adatok, bizonyítékok, azokat kell használnunk. És amire nincs adat, azt meg a biztonság kedvéért. Nagyon klassz eljárások vannak. Most kivettem a szót a számára. Ne haragudj. Szóval csak azt akartam mondani, hogy a tudományra kell támaszkodnunk, vizsgálati adatokra. De ha már így említetted, hogy nincs annyira promotálva ez az egész dolog, vagy lehetne még jobban tájékoztatni, akkor egy pár percet ragadjunk meg most itt ebben a műsorban, hogy tényleg mondjuk el azt, hogy miért fontos, hogy beoltassuk magunkat. De sokan beszéltek már erről, nálunk magasabb szakképzettségű kollégák is, és én nagyon örülök neki, hogy most már a közösségi médiában is megjelentek hiteles informátoraink, ha ezt lehet így csúnya szóval mondani. Én annyira nem a szakmai részét szeretném előtérbe helyezni ennek, hiszen ez annyira szakma specifikus már, hogy milyen védőoltás kategóriák vannak, és most már az átlag néző vagy olvasó is rendkívüli cikkeket tud megtalálni az interneten. Beszélhetünk erről órákon keresztül, de tényleg akkor se érnénk a végére. Én inkább azzal szoktam mindig kezdeni a paciensemnek, amikor kérdezik, hogy mi van benne ebbe az oltásba, hogy ugye mindenki szereti a profán hasonlatokat, amikor elviszem az automat a szervizbe, és mondják, hogy egy fékcsere lesz, meg egy keréktárcsa, féktárcsajavítás, meg egy olajszerviz, akkor nem kérdezem meg, hogy a keréktárcsa milyen anyagból készült, és hogy az olajban mennyi a összetétele a különböző viszkozitású anyagoknak, mert nem értek hozzá. Most nagyjából én is ezt javaslom egy átlag nézőnek, hallgatónak, vagy egy átlag embernek, hogy azon a szinten próbálja megértelmezni az információkat, amennyire szinten ugye érti, és ne kezdje el a térinfocitáknak a működését megtanulni, mert nagyon sokáig kell tanulni, és sajnos még mi sem értjük. Okay. És itt csatlakozom az Évához is, hogy az információ nagyon fontos, hogy mi nem azt mondjuk a telefonban, hogy nem tudjuk, hanem hogy nem áll rendelkezésre jelenleg információ erről. Tehát ha nincs könyv, amiből megtanulok valamit, az nem azért van, mert nem tanultam meg, hanem mert még nincs könyv. Az egész világnak most készül a koronavírus regény, és ugye ez nekünk még nincs mit olvasni. Legalábbis nagyon ilyen kicsi fejezetek állnak rendelkezésre. Tehát a magam részről inkább ezt mondanám, hogy ez van az oltásban. Az oltásban benne van a nagymamával az ebéd, benne van a plázán sétálás, benne van a repülőtéren a becsekkolás, és benne van a jövő, az életünk, tehát az, amit elvettek tőlünk egy évre. Én ezért akarom, hogy oltsuk be magunkat. Természetesen benne vannak az antitestjeink, illetve benne van az antigén, amitől mi antitestet termelünk majd, ugye különböző formákat, és nyilván a kollégák majd hoznak erre példát. Mi most azt kaptuk meg, amikor a tüskefehérje egy darabkája elleni saját antitestet termeljük, megtanultuk, termeljük, és hogyha jön a koronavírus a maga tüskefehérjével, akkor védettek vagyunk ez ellen a vírus ellen. A többi oltás, ami most bejött az országba, egy kicsit más technikával, de szintén tanít minket. És akkor átadom Évának azt, hogy beszélni a másik fajtában. Annyira tetszik nekem, amit mondod, Zoli, mert hogy nekem az nagy elvem, hogy mindenben, most már annyira bonyolult a világunk, hogy mindenben azoknak az embereknek csak egy-egy kicsi területhez érthetünk, és hogy mindig azoknak az embereknek kell hinni, aki ért hozzá, és ahogyan a
szerviz kapcsán kell, hogy bízzak, oda megyek ahhoz az autószerelőhöz, akiben bízok, és tudom, hogy egy jó anyagot fog beletenni, és egy jó alkatrészt, és az orvosokkal kapcsolatban én úgy fogalmaznám meg, hogy a házi orvosoknak a fő feladata egyik legnagyobb hatóereje szerintem a személyes példamutatás. És akkor, ha nem bonyolítom agyon, persze vannak különböző tudományos igényű betegeink, akiknek különböző szinten kell elmagyarázni, hogy ez hogyan működik, és különösen a különböző típusú vakcináknál, hogy vajon jó lesz-e a másik vakcina, mert most már lemaradunk róla, szóval vannak még itt tennivaló bőven nekünk, de hogy a személyes példámmal is olyan örömmel láttam, hogy én nagyon elkötelezett vagyok a hiteles tájékoztatás felé, de most hogy én mindig minden alkalmat megragadok arra, hogy beszéljek az embereknek arról, amihez én értek, nem azt a készítéséről, meg nem arról, hogy hogyan kell a kamerát beállítani, hogy szépek legyünk a műsor közben, hanem arról, amiről én tudok, amit mi tanultunk, és amihez én férek hozzá, hogy arról nekünk beszélni kell, és most a kollégáim is látom, hogy rakják ki a közösségi médiában az erősítő, megnyugtató fotókat, hogy ők fölvették, és magunknak nyilván meggyőződésből adatjuk. Sőt, mindenkinek el akarom mondani, hogy én alig vártam, és úgy örülök, és úgy szeretném, ha hát mindenki, de első körben, akiket szeretek, és akiket féltek, gyorsan-gyorsan kapja meg az oltást, és szerintem ennek van nagy ereje, ahogyan mondtad, az egyszerű, tiszta információadásnak. De egyébként van kedvenc vakcinám, meg van kedvenc technológiám, de lehet, hogy ilyen tudományos, unalmas szintben nem kell belemennünk, azzal egyetértek. Gyógyszerész, hogy látja? Én is oltáspárti vagyok, tehát csak amit az Zoli mondott, hogy ugye az internet információ, itt néha az érzésem, hogy annyi az információ, hogy az átlagember nem tud eligazodni benne, és a mondjuk egyfajta információ, de megtalálja a homlok egyenes ellenkező információt is, és nem tudja, hogy most mit is gondoljon, mert valaki megírt valamit, és akkor ez most tényként lehet kezelni, ami hát néha meglepő dolgokra képesek az emberek, tehát például a korábban ugye hígított hidrogénperoxidot csöpegtettek a vízbe, és azt hitták immunerősítésként, és én beszéltem egy ilyen úriemberrel, és mondta, hogy ez nagyon jó, mert ez immunerősítő. És mondtam, hogy hát hogy érzi, hogy honnan erősödik az immunrendszere? Azt mondta, sokkal jobban érzi magát. Mondtam, jó, de ugye kémiailag, nem menjünk bele, de mondjuk a gyomorba sósav, hidrogénperoxid, gyoxidálószer, tehát ilyen klóros vizet csinál. És mondta, hogy nagyon jó, mert akkor legalább fertőtleníti a beleit. Tehát van, akivel nem biztos, hogy lehet információt cserélni, mert annyi, mint, tehát az átlagember nem biztos, hogy el tud ebbe igazodni, hogy annyi információ van már. De nekünk kell végül is hitelesnek lenni ebben a dologban. Most mi az álláspont egyébként, hogy most, hogy ti megkaptátok, mennyi ideig vagytok védettek? Tehát a mostani álláspont az az álláspont, hogy még nem telt el csak 8-9 hónap, amióta ugye a vírussal találkozik a világ, ezért arra az időszakra biztosan védettek vagyunk, ezért nem mondanak hosszabb időt, de természetesen tavasszal vagy nyáron már mondhatjuk azt, hogy egy év, ha valóban így lesz, és bízunk benne, hogy így lesz. Mi még nekünk nem telt le az idő, de az első paciensek, első betegek ugye kapták meg a védőoltást, és ehhez számolják mindig az időt. De visszatérve egy pillanatra, ugye még ehhez az oltás dologhoz, nyilván meg fogalmazódott benned is a kérdés, az új típusú, új engedélyezett oltásokkal mi lesz. Ugye megkaptuk mi is most már a hivatalos felkérést az oltások beadására, de konkrétumot még nem, hogy melyiket és hogyan, de hogy lesz rá lehetőségünk, pontosabban kell majd annunk. Ez nyilván azért lehet, mert egy olyan oltást fogunk majd kapni, amit házi orvosi rendelőben lehet tárolni, ha így lesz, akkor ez egy jó dolog. De ugye azt kérdezted, hogy mit tudunk az oltások összetételére, az új típusú, újonnan engedélyezett típusú oltások, ugye ez egyrészt keletről származik, másik része Oroszországból, egy kicsit más technológiával készült, minden oltóanyag hatásos, az erejét és a hatásosságát ugye vitatják a tudósok most, hogy melyik mennyit tud, de mindig szoktam mondani a páciensemnek, hogy a nullához képest 50% az egy ilyen brutális mennyiség, a 70-80% meg még több, és ugye mindig ahhoz kell viszonyítanunk, amikor valaki csak ott áll a partvonalnál minden nélkül, vagy amikor már felöltözött, és akkor ugye. Tehát én azt mondom, hogy amilyen oltás van, én ezt nyilván, itt azt hiszem pont kint meséltem, hogy mi eldöntöttük, hogy az első oltás, ami megérkezik be adatomban. Tehát örüljünk annak, ami van. Nem voltak kétségeim, hogy melyiket adom, mert az, ami először lesz. Meg annyit, hogy mondod, hogy ez 70% a védettség. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk a beoltottak 70%-a nem kapja meg, de akit beoltottak és mondjuk elkapja, annak sem valószínű, hogy olyan súlyos állapotú lesz, tehát nem biztos, hogy
lélegeztetőgépe került. Olyan fontos, amit mondasz. Szerintem ezt nagyon sokan nem tudják. Szóval, hogy a 100 beoltottból az első oltás után 88% körül, és a második után 95, ember el sem kapja a betegséget. De a súlyos betegségnek az előfordulásában 100%-os védettséget ad. Tehát senki sem fog lélegeztetőgépre kerülni, akit beoltanak. És ezt kevesen tudják értelmezni. Tehát nem azt jelenti, hogy az én saját védettségem nem tökéletes, hanem csak olyan 70-80%, szó sincs róla, hanem 100 emberből ennyi ember kapja el, és a különbség nem az oltóanyagban van, ha logikusan belegondolunk, hiszen ugyanazt a szert adják be, hanem abban van, hogy az én saját testem, a szervezetem, az immunrendszerem hogyan reagál, mennyire reakcióképes, valami éppen elnyomja-e, vagy tud-e rögtön szépen reagálni. Szóval ez a mindig két oldalnak az egyensúlya, a beadott szer és a másik oldal. És ha már az enyém a szó, azt szeretném elmondani, hogy annyi minden szemlélet és jó ízlés kérdése. Szemlélet, hogy mennyire klasszul együtt élünk az összes többi kötelező gyermekkori oltásokkal, és mennyire jó, és mennyire elfelejtünk örülni annak, hogy nem küzdünk egy csomó betegség ellen, ami ellen a gyerekeket oltjuk, és nincs jelen. Kötelező. Nem is értem, hogy most... Kötelező, igen. Igen. Nem is értem, hogy most... Most én egy retteltes zsolt fogok mondani, nem tudom, hogy egyet értetek. Egy gyógyszerész kolléga véleménye pedig pláne érdekel, hogy én kötelezővé tenném. Azért, mert a szakma annyira egyértelmű, mert egyértelmű, hogy ez fog minket kihúzni ebből a nagyon nehéz helyzetből. Azért, mert tudom, hogy az eljárási rendek, az engedélyeztetésnek a biztonságos vizsgálatai már nagyon flottul mennek, már 50 évvel ezelőtt is biztonságos vakcinát adtak ki, néhány adjuvánsszer okozott némi zűrzavart, de például, amit mi kaptunk oltóanyagot, nem is tartalmaz adjuvánsszert. Fantasztikus technológiák vannak már. Csak maga a hatószer, és az is 48-72 óra múlva lebomlik, nincs is már bennünk semmi a beadás után 48 órával. Annyira kis érzékeny molekula, de ki kell szállnom ebből, mert annyira lelkesen elmondom megint a tudományt, amit nem akarok. Szóval, hogy kötelezővé tenném, mert egyértelmű, minden amellett szól, hogy vétóoltás kell, mert nagyon bízok abban, hogy nagyon kidolgozták már minden csínyát, vinyát annak, hogy hogyan lehet biztonságosan piacra dobni egy vakcinát. Meg egy csomó olyan tudású ember áll emellett, és nekem biztosíték, akik annyira a szakma értői, hogy ebben rájuk kell hallgatnunk. És ha menne szépen kötelezően, Magyarország nagyon híres a szuperoltási fegyelméről, és Magyarország nagyon híres arról, hogy azok a betegségek nem fordulnak elő, és látjuk a kontrasztot, a többi országot, ahol más az oltási rend, és sok oltás, ami nálunk nem kötelező oltás, nincs, és ott vannak azok a betegségek. Nem is értem, hogy miért kell ezt. Lehet vitatkozni persze, meg az embereknek szabad döntésjogot adni, de most valahogy ebben a világban olyan sok butaság forog kockán, hogy én kötelezővé tenném. Hát, és vessenek meg értek, vagy kövesszenek. Évához csatlakozva a lelkesedéséhez, én is oltáspárti vagyok, csak ugye két fontos dolgot ne felejtsünk el, hogy akkor lehet valamit kötelezővé tenni, hogyha korlátlan a rendelkezésre áll. És akkor, hogyha megfelelő mennyiségű embernél már klinikai tapasztalat van, ez ebben az évben biztos meg fog történni. Nem vagyok jós, de a mennyiségi beharangozott oltóanyag mennyiséget, amit a világ jelenleg készül legyártani, valószínűleg meg lesz az a bizonyos klinikai tapasztalat, több millió emberről beszélünk majd akkor, és hogy korlátlan lesz-e, azt nem tudom, de abban a pillanatban én is azt mondanám, hogy tegyük be ahhoz a 20 kötelező oltáshoz, ami most már azért elég nagy szám, 20 különböző betegségre szolgáló, valamelyik oltásban több van, tehát azért mondtam, hogy 20 különböző betegségre szolgáló oltás, és ahogy Éva is mondta, Magyarország legyőzte annak idején a TBC-t, tehát azért nem lehet elfelejteni, hogy Magyarországon nagyon komoly oltási tapasztalat és oltási fegyelem van. Megelőzünk olyan országokat, mint a franciák vagy a németek, akik nálunk tehetősebbnek mondott országok, és azt gondolom, hogy ha az embereket megfelelően tájékoztatják, ahogy Attila is mondta, hogy ha nem neki kell kivadászni a különböző informatikai oldalokról, vagy közösségi oldalokról a hiteles információt, akkor fegyelmezettségben utolérhetjük magunkat, mert most le vagyunk maradva egy kicsit ez ügyben, de szerintem nem lehet ezzel gond később, én is úgy érzem.
Nagyon elmentünk az oltás irányába, és látom, hogy nagyon nagy szenvedéllyel beszéltek egyébként erről. Még tudnám ezt folytatni két műsoron keresztül, de most egy kicsit térjünk át arra a részére a műsornak, hogy egy picit jobban megismerjünk titeket. Azzal nem titkolt célom volt, ugye, hogy tényleg egy picit lássunk bele abba, hogy ti hogy csöppentetek esetleg bele a munkátokba. Nagyon sokat találkozunk mostanában ugye veletek, nem titkolom azt, hogy kedvenc interjú alanyaink vagytok, azért is hívtalak titeket. Picit beszélgessünk arra, hogy hogyan csöppentetek bele ebbe a szakmába, amit ti most képviseltek. Kezdjük innen akkor, Attila. Én, az én két kedvencem a történelem és a kémia volt, és vagy régész szerettem volna lenni, vagy a kémiával foglalkozni, és ugye a kémia kapcsán kerültem végül is a gyógyszerész pályára. És nem bántam meg egyébként. Tehát azt gondolom, hogy aki, tehát mondjuk orvos, nővér, gyógyszerész, tehát hogy segíteni akar az embereknek, tehát gyógyításban akar részt venni, és ez még néha egy apróság, vagy kis dologban nyújtunk segítséget, akkor is ez adja végül is vagy nekem legalábbis a szakmában, hogy van értelme tanulni, van értelme beszélgetni az emberekkel, hogy esetleg, tehát mondjuk mondok egy példát, mondjuk volt egy betegünk, aki vagy nálam volt, és ugye egy gyógyszer fel volt írva, odaadtam vérnyomás csökkentő, és kérdeztem, hogy mindent tud. Azt mondta, hogy mindent tud, nem mondjak semmit, mert gondolom siet, vagy nem tudom. És akkor kérdeztem, hogy azt tudja-e, hogy van-e vízhajtó ebbe a gyógyszerbe. És akkor megállt egy pillanatra, hogy miért ebben van vízhajtó. Mondom, ebben van vízhajtó. És kiderült, hogy egy hölgyről volt szó, és ugye esténként vette be, és ugye éjszaka ki kellett menni. És ő azt gondolta, hogy fölfázott, és neki valami antibiotikum kúrát kell csinálni, mert hogy nem tudni, eddig semmi baja nem volt, most megvan ez. És aztán kiderült, hogy tulajdonképpen egy gyógyszernek a mellékhatása miatt van az egész, és ugye megoldottunk egy problémát, ami nem nagy, nem akkora dolog, de mégis ez okozza a szakmával az örömet, hogy tudtunk segíteni. Úgyhogy végül is ezért kerültem, dolgoztam patikában, dolgoztam gyógyszergyáraknál, és most újra 13. éve patikában. Ugyanott, ahol tulajdonképpen, ahol kezdtem a pályát, egyébként ugyanott kerültem vissza. De azért ez is egy nagy felelősséggel jár ez a munka. Mert hát azért itt annyiféle hatóanyagot kell tudni, ismerni. Egyszerűen az ember bemegy a gyógyszertárba, én, mint kívülálló, csak azt látom, hogy minden héten szerintem átpakoljátok a polcokat, vagy nem tudom, és mindig mindenből új dolgok jelennek meg, és olyan nevekkel, hogy meg se tudjuk jegyezni, hogy nektek ezt mindent észben kell tudni tartani? Hát minden nem. Illene. Minden nem, de azért van sok minden, amit érdemes mondjuk, amikor mondjuk egy háziorvos fölír egy valamilyen gyógyszert, célszerű megkérdezni a beteget, hogy tudja például, hogy mondjuk az a gyógyszer, amit ő szed, az esetleg gyomorpanaszokat, vagy extrém esetben gyomorfekélyt is okozhat. Vagy amikor például nem is vényre, tehát nem is csak úgy mondjuk egy megfázásra visz valaki, mondjuk egy ilyen forró italport, amiben maximális mondjuk paracetamol hatóanyag van, és mellé visz mondjuk egy másik lázcsillapítót is, amivel szintén paracetamol van. És akkor megkérdezem, hogy ezt ugyanaz az ember szedi, vagy... És mondta, hogy hát ő viszi, mert hogy az egyik az a megfázásra van, a másik meg lázcsillapítónak. És ugye, hát akkor mondtam, hogy ugyanaz van a forró italporban is, és az ugye már, ha túl sok ilyen paracetamol hatóanyagot szed be, az nem túl jó, tehát hogy a kettőt együtt ne szedje. Tehát csomó ilyen apróság van, amit, hogyha végül is azért, hogy legyünk képbe, hogy ilyeneket el tudjunk mondani. Éva? És milyen fontos, amit Attila mondott, a kommunikáció jelentősége, és az idő jelentősége, hogy legyen időnk mindezt elmondani, és a szerencse, ha van egy ilyen gyógyszerész, egy patikus, aki ha a háziorvos nem mondja el a rendelőben, akkor még ott mindig van lehetőség, hogy ő felvilágosítja. Nagyon nagy jelentősége van a beszédnek, a te egész szakmádnak is egyébként, mert az is egy kommunikáció az emberek felé, ami nagyon, nagyon véleményt formálhat. Ha a kommunikációt nálad nézzük, én a helyemen vagyok. Teljesen rendben.
Nálunk a családban senki sem volt orvos a felmenők között, de valahogy mégis erre a területre kerültem. Ezer másik akartam lenni, és ez nem szűnt meg, azóta sem egy csomó mindent el tudok még képzelni, amivel foglalkoznék. Milyen jó lenne, ha lenne még életem, ahol hát a zeneimádat, azzal még szeretnék foglalkozni, matematikát is szívesen tanítanék, rajzolni is imádok, szóval van egy csomó minden, amit nem élek ki, de ahogyan a helyemre találtam, azt nagyon szeretem, ezt rajongásig szeretem a munkámat, és egy csomó mindent használok, ami nem egyszerűen csak a lexikális tudás, hanem az emberekkel való kapcsolattartás, és minél nagyobb szeretettel csinálom, annál többet kapok vissza is, szóval ez annyira szép így, és persze nem gondtalan és nem problémamentes az én életem sem, de az biztos, hogy a helyemen vagyok, és nekem valahogy én valahogy erre születtem. Óvatosan mondom ki, mert élt, már nem él sajnos, egy nagyon-nagyon idős pap barátom, akit nagy tisztelettel a barátomnak mondhattam, és ő mondta mindig, hogy engem a Jóisten erre teremtett, hogy gyógyítsak. És hát ez az, amiben az életem kiteljesedik, meg a gyerekeimben. Mennyi van? Három. Három gyönyörű fiú, akik életre valók, huncutak, viccesek, fantasztikusak. És hát a munka, hogyha lesz majd még másik lehetőségem, vagy arra szoktam gondolni, hogyha nekem ezt valamiért abba kellene hagyni, vagy olyan körülmények lennének, hogy nem csinálhatnám, vagy nem akarnám, nem tudom hogyan, nem akarnám ezt csinálni, akkor is annyi mindent kipróbálnék, még annyi mindent szeretnék csinálni, szóval lehetőség mindig van, és gondolkodtam, hogy csak nem akartam már közbeszólni, amikor Attila mondta, hogy történelem, hogy és kezdtél ezzel valamit? Vagy szoktál történelmi témájú könyveket, filmeket nézni? Szóval azokkal kezdesz valamit? Várok, középkori templomok, meg haditechnika, tankok, hadihajók, tehát ezeket, és ilyeneket szoktam olvasni, tehát ezzel meg tankmúzeumban voltam már egy párba, tehát ez abszolút. Ez annyira érdekes, annyira szeretem, hogy egy embernek annyi arca van, és hogyha bemegyünk egy patikába, és ott áll szépen megközelíthetetlenül fehér köpenyben egy patikus, és látjuk, hogy kiadja, és tudja a hatóanyagokat, és eligazodik az összes acegátló sorában, amiből szerintem csúcsadag van, 300 féle talán. És közben meg ő egy olyan ember, akinek van még egy csomó érdekes arca, amiket ott a patikában nem látunk. De amikor hazamegy, szóval ez egy csodálatos például a világ, ugye? Például lehet, hogy néha bekapcsolja Ákost is. Tényleg? Igen. És az nálam egy nagyon jó pont. Igen. Mielőtt jöttetek, egy picit ugye Facebookon így azért utánatok néztem, akinek lehetett, és hát azt láttam, hogy Ákost kedveled. Igen. Na, hát akkor... Ilyenek voltunk. Hát. Igen. De már nem olyanok vagyunk. Ákost is, a zene is nagyon fontos szerintem, tehát a... Abszolút. Mondjuk egyéb ilyen művészeti szempontból én egy analfabéta vagyok, tehát rajzolás az nem az én világom, meg a színjátszás, nem alkalmatlan vagyok ilyenekre, de meg zenélni is, de zenét hallgatni, vagy mondjuk a festményeket, vagy azokat nézni, az viszont jó. Tehát ez rengeteget tud segíteni. Az örömforrások is. Igen, ez abszolút, tehát a hangulatodat, vagy hangulat függően is tudsz, hogy milyen zenét hallgatsz. Abszolút. Abszolút, tehát ez annyira... Éppen mi ez van? Mindenre kedved, van egy zene, vagy sok zene. Klasszikus modern, ilyen zenét, tehát az rengetegféle, és ez nagyon jó. Igen. Még kimaradtál itt ebből a körből, hogy csöppentél a házi orvosok körébe? Igen, amit a kollégáim meséltek az életükről, én is egy biológiai szemléletű gyerekként emlékszem vissza magamra, tehát amikor elmentünk a családdal kirándulni, akkor mindenki nézte a tájat, meg a turistajelzést, én pedig néztem lent, hogy milyen bogarat tudok összegyűjteni, vagy hogy milyen termést, és ez így megmaradt a biológia szeretete, és szerintem ez vitt engem annak idején e felé, az egyetem felé, és madarakat néztem, békákat, ebihalat gyűjtöttem, megnéztem, mikor lesz belőle béka, tehát ilyesmire voltak a gyerekkori rémtetteim, és akkor utána ebből jött automatikusan a reáltudomány, ugye a biológia és az orvoslás, és még volt egy meghatározó élményem, hogy a nagypapám egy nagyon súlyos beteg, nagy túlsúlyos bácsi volt, és akkor voltam olyan 7-8 éves forma általános iskolás, és eljött egy kövér doktor bácsi hozzá, és valamit csinált vele, és a papának így egy olyan 30-40 másodperc múlva minden tünete elmúlt, és teljesen jól érezte magát, és úgy látta, hogy fú, ez már milyen klassz, hogy így összerakta a papát, és hogy én is ilyen szeretnék csinálni, ilyen varázslóként. Vannak varázslók. És hát
A másik ugye, hogy nem csak az élet ugye a munkánkról szól, mi nagyon sokat szeretünk utazni, és remélhetőleg majd megint fogunk. És nekem az utazás szeretete a többi ember megismerése, és mi az a típusú utazók vagyunk, nyilván ismert a nézők előtt is van, aki így szeret utazni, hogy saját szervezésben ott lenni egy darabig, és úgy benne élni abban a kis településnek az életében, tehát saját szállást foglalni, elmenni, bevásárolni, közöttük lenni hétköznapokat, és vagy a többi embernek az életében a belelátás, az életüket nyomon kísérve ez a házi orvoslás tulajdonképpen, és ez az, ami engem így a kettő együtt így összerakott, és azóta is ezt vallom, hogy az ember egy egységes szemléletű lény, és nem csak a testét, hanem ugye a lelkét is gondozzuk, és a gondolatait is próbáljuk figyelni, ugye ezért lettem pszichoterapeuta annak idején, egy pár évvel ezelőtt ezt megtanultam, és akkor elkezdtem így az emberekkel hosszasabban beszélgetni, mondhatni azt, hogy gyógyító beszélgetés, nem csak hallgatni, hanem aktívan is részt venni, ami nehéz feladat és nagyon időigényes, de nem tettem le erről azóta sem. Ugye ez egy ilyen betegség lett utána, az ember így kezd el gondolkodni, de ezt bátran vállalom, hogy azért ez működhet, nem mindig, de ez sokszor működhet, és így lettem én végül is ez a... És volt már olyan varázslatod, mint amit gyermekkorodban látt? Éltél meg olyan pillanatot, hogy megcsendült, hogy ez most olyan volt? Hát igen, mindenkinek van szerintem az életében újraélesztéses élménye, és nekem is sikerült egy hölgyet. Ami a szomorú az volt, hogy születésnapi ünneplés volt, a családom föltette a tortát az asztalra, és akkor jött a telefon, hogy valaki rosszul van. És a gyertyákat nem gyújtották meg, elmentem segíteni a településen, ahol laktunk annak idén, és egy másfél óra múlva jöttem vissza, és még mindig ott vártak a tortával, ugye, hogy ünnepeljünk, mert közben jött a mentő, elvitték az asszonyikát is, aki szerencsére túlélte ezt a szörnyű betegséget, de hogy azért ez milyen furcsa, hogy tényleg az embernek az életében vannak ilyen megismételhetetlen pillanatok, és szerintem az orvosnál az újraélesztés, a sikeres újraélesztés az egy ilyen pillanat. Ezt akartam itt műsorunk végén kérdezni egyébként tőletek, néhány percünk maradt, hogy van-e olyan emlékezetes, jellegzetes történet, ami megmaradt bennetek, ez nyilván lehet egy ilyen, de hogy mondjuk volt olyan, ami ilyen viccesebb volt? Most én úgy elcsendesedtem ettől a történettől, hogy vicceset nem is, de egyébként néha kapunk olyan apróság miatt kapunk nagy-nagy dicséreteket. Van olyan volt betegem, aki azóta is úgy gondolja, hogy megmentettem az életét, és szoktam mondani, de nem, egyáltalán nem, egy apróság volt, amit tettem. És ugyanakkor olyan is van, amikor én tudom, hogy nagyon nagyot tettem, és annyira örülök, hogy észrevettem valamit, amin utána egy életút múlhat talán. Nem mindig csinálunk ilyen nagy dolgokat, szó sincs róla, valamennyire csináljuk a hétköznapi munkánkat, de vannak pillanatok, amikor tényleg sikerül valami, és én belül tudtam, a beteg nem tudta, de nem is kell egyáltalán, hogy tudja. De ha már ilyen szépet mondott Zoli, anélkül egy külön műsoridő, egy csodás újraélesztésem nekem is volt, több is, de egy olyan most utoljára, ami majdhogy nem nincs olyan nap, hogy eszembe ne jutna, mert ennek az öreg barátomnak a temetésén történt. És nagyon különös erők voltak ott, vagy én nem vagyok ilyen spirituális egyáltalán, de vannak nagy erők az életünkben, nekem a legnagyobb erő a szívem szerintem. Ő a főnök, nem az agyam. Nem véletlenül a neved is egyébként beszédes. Lehetséges, igen. Igen. És olyan szép pillanat volt, és az az ember is él, akit akkor ott újraélesztettünk a patikussal ketten. Annak is megvolt, még a szimbolikus jelentősége is megvolt, mert ő is ott volt a temetésen, ő is nagyon kedvelte. De nem is erről akarok, és nem is a családról, hanem hogy vannak nagyon-nagyon szép pillanataink. Vicces pillanatok is vannak persze. A vicces pillanatokat nekem talán az idős betegeim adják. Most nagyon aranyosak voltak, ahogyan a felhőre felkerülő recepteket lereagálták, volt, hogy elmentek a patikába, és onnan telefonáltak nekünk kétségbe esve, hogy nem tudják, hogy azért meg kisütött a nap, vagy miért, de a felhőn már nincsen a recept. És olvastam kollégáimnak a gyűjteményét az elektronikus térfelhőbe feltett receptekről, és egy-kettő annyira meredek volt, hogy gondoltam, hogy a laikus emberek lehet, hogy néha így a mikrofont megsúrolom, és nem jól lehet hallani. De szóval, hogy
mint hogyha nem is lenne igaz, annyira vicces dolgok történnek, de ez valóban velünk is. Aranyosak, ahogyan felveszik a lépést, és most már ők is megtanulták, és telefonálnak, hogy tegyük fel felhőbe, mert minden rendben, semmi újdonság nincs. A szokásos kérdéseimre kérdés nélkül előre elmondják a válaszokat, hogy nem dagad a lábam, tudok aludni, és akkor nem kell kimennem, és hogy tegyük fel a felhőre recepteket, aranyosak nagyon. Van még egy vicces történet, hogy a végre tőlem, hogy a felhőre jutott eszembe, hogy már az EST fénykorában vagyunk, és működik minden, és ugye a betegek kérik a recepteket, és kopogtatnak a rendelő ajtón, hogy abban az időszakban be volt zárva, és csak úgy lehetett bejönni, hogyha bekopogtak, és elmondták, hogy nem koronavírus fertőzöttek, és a kezemben nyom egy ilyen kis cetlit a fiatalember, és azt egy elköszön, és már szalad is el. És mondtam neked, hát várjon, hadd olvassam el. Jó, akkor ott leülök ott a székre, és addig olvassa el, és kinyitom a cetlit, és a következő állt rajta. Kérem szépen ezt és ezt a gyógyszert, mert én ezekben a felhőkben nem bízom, tessék kinyitani. És kinyomtattuk, és a kezébe adtuk, mert a felhőkben nem bízik. Igen, hát ez mondjuk egy, ez a felhő sok embernél olyan, tehát hogy érthetetlen volt, hogy tehát jöttek beteg, hogy engem fellőttek az égbe. Tehát nem a gyógyszereit lőtték föl. Csak már ilyen humoros történetet, vagy nem tudom, itt a vármániám kapcsán volt ilyen kicsit humoros történetbe keveredtünk, hogy még a 90-es évben a feleségemmel a Sopronban voltunk, és akkor ugye szegény várokat is néztünk, tehát nagyon örült neki, de mit tehet az ember? És akkor elolvastam ugye, hogy hol vannak ott, és a Pomogyi Pamhagen, a Pomogyi vízivár, hogy itt játszódik Jókai névtelen vár című regénye, de ugye jelentéktelen romok. És akkor vettünk egy térképet, azon meg ki volt írva, hogy Burg. Hát mondom, ezek nagyon komoly romok lehetnek, hogyha a térképen ugye várként szerepel. El is mentünk a térkép alapján át, tehát a Pamhagenbe, és ott a Szántóföld mentünk, hát vár, se híre, se hamva, nem volt sehol, és végül is ott volt egy gazda, ő németül tudott, én angolul, de megbeszéltük, hogy hát mondtam neki, hogy a burgot keressük, hát elkezdett nevetni, már gyanús lehetett, hogy aztán amikor kinevette magát, akkor mondta, hogy akkor menjünk utána. Elmentünk, és egy kis zöld dombot mutatott, azt mondta, hogy ez a burg. És de ha akarok, akkor még egy török tornyot is tud mutatni. Mondtam, hogy ez már elég is volt, köszönjük, és szerintem az elmúlt, nem tudom, évtizedben senki nem kereste a Pomogyi vízevárat, csak mi. Jaj, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és egy ilyen jó, mosolygós beszélgetés lett itt a végére. Hát ez csak az lehetett. Én már a műsor közepén gondolkodtam azon, hogy valószínű, hogy ha az oltás irányába elmegy a beszélgetésünk, akkor kénytelen leszek meghívni titeket még egy adásra, de én most azt szeretném, hogyha tényleg megbeszélnénk, hogy mondjuk egy bizonyos idő után visszajöttök és beszélgetünk még egyet, kicsit komolyabb és komolytalanabb témákról is. Mit gondoltok erről? Köszönjük szépen. Szívesen. Benne vagyok. Szívesen részt teszem. Köszönöm szépen, és hát azt kívánom, hogy sok-sok siker legyen a munkátokban még, sok-sok varázslat mindegyőtöknek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a Nálatok Mizut látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!